egészen 15 éves koromig egyáltalán nem vonzott, annak ellenére, hogy beleszülettem, belecsöppentem kiskoromtól kezdve. Levente, ő inkább a technika és a motorsport iránt volt elkötelezett. Tetszett és tolerálta a dolgot, de nem volt annyira elköteleződés, míg nem aztán egyszer kimentünk Bádisülbe. Látom édesapámékat, hogy ott a Macskaköves utcán a gyönyörű egyenruhájukból ott lovagoltak, és az emberek szó szerint állva tapsoltak a kávézókba. Akkor megfogadtam, hogy én is ezzel akarok foglalkozni, el akarok kezdeni lovagolni, meg akarok tanulni lovagolni, és fel akarom venni ezt a gyönyörű egyenruhát. Felvett az egyenruhát, de hát lova nem volt, és gyalogolni kellett neki. Föltörte a csizma a sarkát, és aztán, mikor visszamentünk, akkor mondta, hogy hát ez mégiscsak példátlan, hogy itt jön neki gyalogolni, és föltörte, és egyébként akar ő huszár lenni, de akkor neki kell egy ló. Gyere, Dió! Megyünk. Megfucolnak egy kicsit. Életem legnagyobb lovas élménye az volt, amikor a karámból befelé vezetve az egyik kancán észrevettem, hogy elleni fog, és így ott tudtam lenni végig az ellésének a folyamatánál. 96-ban született ez a ló, és még mindig él. És ez egy olyan jó érzéssel tört el egy lovas embert, hogy ezt talán szavakkal nem is lehet megfogalmazni. Az első alkalommal, amikor én a lovamat megvettem, vagy megkaptam egy cserebere folytán, akkor még a baráti köröm is azt mondta, hogy hát nem lett volna jobb helye a pénznek. A Nemzeti Lovas Díszegységben szolgáltam, és szerettem volna annak a mintájára magánerőből is létrehozni egy olyan alakulatot, ami ugyanúgy impozánsan 15-20-30 lovas. Tiszta lóval szoktunk kimenni lóval, mert ugye az ember egy bálba vagy egy lagziba sem megy el sáros cipővel. Ahogy egy motoros ruhába kis rejtett protektorok, úgy az egyenruhába is az arany zsinórzat, az egy fém szállal volt átszőve, vagy a kardvágásokat tudja csillapítani, vagy ahogy a bukósisak, a csákó is meg volt abroncsolva belőle, úgyhogy a kardvágást nagyon jól tudja tompítani. Vágtam a nyugetés! Itt a fák között? De hát új a patkó! A nehéz lovasságból alakul át a huszárság, megpróbálják az egyenruhával védeni a huszár testét, a sűrű fémszállal átszőr zsinórtól kezdve a vastag posztó egyenruhán át. De ugyanakkor igyekeznek a súlyt lecsökkenteni, a robosztus nehéz lovakat leváltják könnyű magyar lovakra. Erőt, tisztességet! Erőt, tisztességet! A huszárságnak az igazi ütőereje az a súlypont áthelyezésben volt a csatatereken. Nagyon gyorsan, 6-7 perc alatt képesek voltak egy 8 km-es csatát egyik pontjára a másikra áthelyezni a súlypontot. Ez a mi egyetemes magyar kultúrkincsünk, amit nagyon-nagyon fontos, hogy tovább vigyük. Március 15-ig igazából magának a 48-as huszárságnak a legnagyobb ünnepe. És ugyan a szabadságharcot vérbe folytják, de a kiegyezéssel tulajdonképpen megszületik egy olyan folyamat, vagy elindul egy olyan folyamat, ami utána Magyarország sorsát is jobbra fordíthatja. A szalonna a legjobb ételnek számított abban az időszakban, meg a mostaniban is, mert ugye nem voltak régebben hűtőszekrények, és ugye a nagy távolságokat valamivel ugye meg kellett tenni, és ez ugye a tarsolyban nagyon jól elállt. A huszárság azért volt ennyire sikeres és ennyire sajátságosan különleges helyzetben, mert ezt évszázadokon át képes volt Európa harcszereit uralni. Európában valamennyi uralkodó, aki magára valamit is adott, az a magyar huszárság mintájára szervezi meg a könnyű lovasságot. Addig, amíg a modern tűzfegyverek fel nem bukkanak a csatatereken, ez a fegyver nem, egy sajátságos, különleges helyzetéből fakadóan nagyon-nagyon hatékony tudott lenni. Az egyik példakép Mecséri Dániel, akit a legkeményebb fejű huszárként ismernek. Az ő történetéről annyit kell tudni, hogy egy csata során 14 darab vágást kapott a testén, amelyből 9 darab a fejét érte, és a csatatérő ugyanúgy lóháton lovagolt le. Kisgyerekkoromban még nem huszárfilmek, hanem indiános filmek voltak a tévében, és én ugye azon nőttem fel, és ott tetszett meg az a légkör és az a mozgás, amikor vágtattak a lovat, és ott van én is a kanapén gyakoroltam ezt a mozdulatot, és ebből datálódott utána az, amikor már előtérbe kerültek a huszár hagyományőrzők, hogy szeretnék én is csatlakozni a huszárokhoz.